Remekül zárta az előző évet az EGRI törvényszék, mondta dr. Nyíri Beáta, annak elnöke. Az idei összbírói értekezletet a szokásos márciusi időpont helyett most szervezték meg, a törvényház felújítása és költözésük miatt. Tájékoztatójukon értékelték a 2017-es évet. Minőségi munkába, országos viszonylatba is az egyik legjobban teljesítő bíróság lettünk. 2017-ben számos nehézségünk volt. Egyrészt az elhelyezésünk, még nem költöztük ide-vissza a törvényszékre, másrészt az eljárási törvényekre történő felkészülés, illetőleg némi létszámhiánnyal is küzdöttünk. De számos sikerünk is volt, időszerűségünket meg tudtuk őrizni, a családbarát és véladóbarát munkahely címet elnyertük. Az EGRI törvényszék a debreceni ítélőtábla illetékességi területéhez tartozik. Együttműködésükben a fő cél az egységes ítélkezés kialakítása volt, ami évek óta jól működik a régióban. Ennek megvan az eredménye, hiszen ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, nagyon alacsony a Heves megyei törvényszék, az EGRI törvényszéken belül is, és nagyon alacsony az ítélőtábla régiójában és az egyes ügyszakokban a hatályon kívül helyezési arány, és elvétve fordul elő az, hogy felülvizsgálati eljárásban a kúria a jogerős döntésekhez képest ellentétes álláspontra helyezkedik. A tavalyi év további sikere, hogy a nyitott bíróság programban 1100-an látogattak el a törvényházba, amit az idei évben megdöntöttek, ugyanis már 1300-an tekintették meg a felújított törvényház épületét.